Sziasztok! Ebben a videóban a 2021 májusi informatikai érettségi feladat sornak a hálózati részét fogjuk megoldani. Két hét eltelt az érettségi óta, úgyhogy éppen ideje már. A héten a javítást is be kell fejezni, le kell adni, és akkor utána pedig jön a betekintés. Az érettségi összességében nem volt nehéz, bár rengeteg hiba található, például itt is egy 2019-es gyakorlati vizsga, ez így benne maradt, nem is adta ki javítottat. A pontozási táblázat is tele van ilyen elírásokkal. Van olyan feladat, ami itt van, tehát már minden itt, hanem itt például a trolibusznál ez a képbeszúrós. Hát ha meglátom mindjárt. Na, most hirtelen nem is látom, de valahol itt. Ez az ötös feladat, hogy csináljuk meg, de igazából benne van, csak más helyen meg kellett találni, megfelelő helyre illeszteni, és a többi, és a többi. Itt is a hálózatnál is van olyan, hogy a DNS címeket talán ki kell osztani valahova, és arra nem adnak pontot. Vannak kérdések, de azt mondták, hogy marad minden így, aszerint kell javítanunk, hátrány nem éri a diákokat. De mindenképpen érdekes, hogy ezek itt hogy maradhattak benne, valamint a pontozási táblázatnak a nevében is talán 19 vagy 20 van. Tehát, hogy az is teljesen látszik, hogy átírkálták egy korábbit. Na, de ezekről majd talán egy másik videóban. Most lássunk ennek neki. Aki megoldotta velem itt a korábbi feladatokat, annak nem okozhatott problémát ez az újabb feladat sem. A szokásos forgatókönyvben kell végigmenni, felpakolni az eszközöket, IP címeket beállítani, DHCP, OSPF, mik vannak még, Wi-Fi routert konfigurálni, és a többi. Talán még NAT sincs benne. Úgyhogy nem egy nehéz feladat, kezdjünk is neki. Építsük ki, pakoljuk fel az eszközöket, ugye legalább 100 megabit, 8 portosak legyenek a kapcsolók, bármilyen Wi-Fi eszköz lehet. Kapcsolódjunk, kapcsoltassuk egymáshoz, csatlakoztassuk egymáshoz az eszközöket, és internetporton keresztül csatlakoztassuk a Wi-Fi routert. Ezt meg is oldhatjuk akkor idáig. Így. Kell, tehát két forgalomirányító. Én ezt szeretem, már bele is rakom a soros interfészt, mert szükségünk lesz rá. Így le is másolom. Szükségünk van 3 darab switchre. Ugye 1, ugye pedig 2. Így. Szükségünk van egy Wi-Fi routerre, egy wireless eszközre. Oda raktam, kell mellé egy tablet, mint végberendezés. Így. Laptop, PC. Fordítva. Erre figyeljünk azért. Másik helyen kell egy admin PC és egy szerver. Így. Na és akkor ezeket kell összekötözgetni és elnevezni úgy, ahogy azt írják. Hát az lentebb fogja írni. Úgyhogy azt meg is csinálja, nem itt írja ugyanolyan nevet, mondjuk csak a forgalomirányítónak. Két forgalomirányítón adminesvén állítsunk be ugyanolyan nevet. Hát én reflexből mindennek be szoktam állítani, de hogy időt ne veszítsünk, akkor akár lehet, hogy csak ezeknek is elég. Aki beállította mindnek, az nem probléma, és a DNS szerver pedig ez legyen majd minden végponton. Jó. Tehát itt kell elvileg csak ugyanolyannak lennie, de azért itt, hogy a nagybetű. Szeretem, hogyha ez úgy néz ki, ahogy kell, és akkor nekünk sem lesz ebből problémánk.
wifi router. Laptop, PC, iroda, SV. PC, és ő az. Iroda, SV. Iroda. És hogyha már itt van, én ezt már így rutinból odaadom. Iroda, szolgáltató. Neki viszont biztos, hogy ugyanolyan névre van szüksége. Ez átírta. Átírta. Ő lesz a szolgáltató. Így. Az is rendben van. Admin SV, backup SV. Kötőjeles. Nem, aláhúzós. Ha az is aláhúzós volt, akkor azt mindjárt javítjuk. Mondom, javítjuk. Így. És még mielőtt baj lenne ezt az iroda esélyt is. Ugyan számít jelgépelés, és akkor már nem ugyanazt csináltuk, mint a feladat. Backup. Elírtam. Bekapcsoltam a caps lockot, hogy hát ha egyszerűbb, de annyira nem. Lehet nincsenek is kötőjelek, aláhúzások vannak. Most jelenleg. Jó. És akkor ezeket csatlakoztassuk egymáshoz. Itt ugye őket. 0101-0101-en. 0100-0100-án keresztül. És akkor ők itt ugye hozzájuk. Azt Ethernet. Nullától. Nem itt mehet a gigabitbe, mindegy. Az is oda mehet. Akkor már őket is csatlakoztatjuk. Erre indulunk el. Mindegy, hogy melyiket melyikbe. Azt Ethernetet egy gigabitbe, és akkor itt mindenkit csatlakoztatunk valahogy, valahova. Hát őt mondjuk legyen akkor mindegy gigabitbe, és az internet portjába kellett. Jó. És ezzel kész is van, el is készültünk a kettes feladat végéig, ugyanolyan neveket adtunk, és osszuk ki az IP-ket. Most jön az IP kiosztás. Kezdjük el, hát akkor táblázat szerint iroda 100-101-es, 252-es alhálózati masz, tehát ez lesz az, mert erre néz. Iroda, szériál, 010, és akkor egy per 30-as alhálózati maszkot kell beállítanunk, és bekapcsolom. Majd a Fast Ethernetet erre fele, megnézzük, hogy az mi. 192, 168, 254. Az 92.168.200.254, az egy ugye per 24-es, az így normális, az ott rendben van. Jöhet a Wi-Fi router, ugye ez lesz az internet felüli oldala. Ez lehet, ez egy későbbi feladat mondja. De én ezeket szeretem így beállítani. Tehát akkor ez lesz neki a 200-as, mert ebben a háló, ebben a hálózatban lóg bele. 192, 168, 200, 253, az alhálózati maszkja.
24-es. Ura, a default gateway-je, az, ugye, amit most osztottunk ki, a 254-es. 192, 168, 200, 254. Hát DNS nem mond semmit, de végpontokra írta, de ha beállítjuk, nem probléma. És jön a belső IP. 192, 168, 100, 126. Az alhálózati cím pedig ugye pont 128-ra végződik. Így. És jelenleg ide ennyit kell beállítanunk. Tablet majd ő kap DHCP-n, laptop neki statikusan kell, ő lesz a laptop, vissza is váltok ide. Hát itt is lehet, itt szeretem, mert itt bővebb, egy kicsit 192, 168, 200.1 per 24-es az jó, default gateway 192, 168, 200, 254, és fontos, hogy itt a DNS-t is itt beállítsuk, PC, következik, aminek 192, 168, 202, az jó, default 192, 168, 200, 254, és csupa 8-as a DNS szervere. Jön a szolgáltató forgalom irányító. Könnyebb utat választjuk, szériálon beállítjuk, neki is egy 100-as IP lesz, 100-100-102, 2, valhálózati maszkja per 30-as, és bekapcsoljuk. Majd ezt a Ethernet 0, azért leellenőrzem, hogy melyik néz merre, ezt a Ethernet 0 jön fölfelé, tehát a 10.0-10.0-as hálóból kell oda kiosztanunk, és akkor jól is gondoltuk, hogy ez a 10.0-10.254-es per 24-es maszkkal, bekapcsoljuk, és ő lesz a 10.0-20-as, 10.0-20 254, és bekapcsoljuk. Rendben. Admin SV, ez lesz majd a switchünk, ő. Neki ugye az adminisztratív VLAN-ján kell mindezt beállítani, már globális config módban vagyok. Interface, VLAN 1, IP address, hát legyen így. 10.0.10.253, van hálózati maszk R24-es, no shutdown parancsot fontos kiadnunk, majd beállítani a default gateway-t, IP default gateway 10.0.10.254. Ez 3 pontot ért az érettségin. Kiadod az IP address parancsot, kiadod a no shutdown-t, és az IP default gateway-t is kiadod. Ez 3 pont, rengeteg, egy ilyen egyszerű feladatért. Jó, következő a backup szerverünk. Állítsunk be neki IP-t. 10.0.20.1 per 24-es, 10.0.20.254, és be kell állítani a default gateway-eket, és a DNS szerver, bocsánat, be van, és az admin PC az majd DHCP-n fog kapni. Ezzel beállítottuk az IP címeket is.
Nyilván az első lépés az volt, hogy elmentetted megfelelő néven, ügyvédlan néven, és hogyha hat eszközt már felpakoltál, te csak odaraktál, akkor kaptál rá egy pontot. Itt járunk. Most kell megjegyzést beállítani szolgáltató irányába. Irodaforgalom irányító soros interfészén. Ezt is csak parancsorban tudjuk. Config interface serial 0 per 1 per 0. Description, és megadom neki ezt a szöveget, hoppá, vagy inkább így, irányába, oké, és a szolgáltatónál is ezt el kell végeznem. Most, hogy ide kattintottam, be is lépett interfész konfigurációba, description, és be kell írni a tutit, ami szolgáltatóban iroda irányába. Iroda irányába. Így. Jó. A privilegizált jelszó legyen ügyved a szolgáltatón, ott vagyunk pont. Exit-e magasabb szintre lépek. Enable password vagy secret. Ügyvéd. Ez is egy pontot ért. Vegyünk fel egy admint, és telnet kapcsolaton keresztül tudjunk csatlakozni. Az összes virtuális vonalra állítsuk be. Szolgáltatón. Jó. Username admin, password admin. Egy kellett? Igen. És ezzel tudjunk belépni. Line vty 0-tól 15-ig, mert mindegyikre kell. Password nem kell. Helyette login lokál. Ez azt fogja csinálni, hogy a lokális adatbázisból, felhasználói adatbázisból kell bejelentkezni. És ennyi. Így. Hivatalosan, hogyha itt nem 0-15, hanem csak 0-4, négyet írtál, akkor nem jár pont, mert talán az van a pontozásiban, hogy az összesre. És az nem az összes. Mert nagyon régen talán az volt. Jó. OSPF beállítása. Százas folyamatazonosító, nullás terület, mindkét közvetlenül csatlakozó hálózat. Minden közvetlenül csatlakozó hálózat kerüljön hirdetésre. Hát, hogy én most a szolgáltatón vagyok, akkor azt már meg is csinálom. Router, OSPF, és ide kell a Process ID, az a 100-as, és Network-kel hozzá kell adogatnom a hálózatokat. Azt pedig itt meg tudom nézni a szolgáltatónál. Ugye ez a 10 pont, bocsánat, 100.100.100.0, és megadod az alhálózati maszkot, amit ő majd át fog fordítani, és nullás területkóddal. Hozzá kell még adnod ezt a másik kettőt, network 10.0.10.0, ezt is az aréja nullához, valamint 10.0.20.0, ezt is a nullás aréjához. És én most visszalapozok ide, megnézem, hogy le kell tiltani ugye a passzív interfészeket, nekem nagyon úgy rémlik. Az Ethernet interfészeken ne jussanak ezekbe, tehát ha már itt vagyok, akkor le is tiltom őket. Ugye a Fast Ethernet 0 per 0-át, meg a Fast Ethernet 0 per 1-et. Tehát akkor itt vagyok, passzív interfész, Fast Ethernet 0 per 0, és a Fast Ethernet 0 per 1. Ezzel ez a szolgáltatós rész készen van. Jöhet az iroda, router,
OSPF 100 Network .100.100.0 252-es a vége, és aréja nullához, valamint network 192.168.200.0, ezt is az aréja nullához adom, és passzív interfésznek fast ethernet 0/0-át beállítom, hogy erre ne jöjjön. És hogyha minden jól ment, show IP root parancsal, hol adtam ki, ja, még egyet fentebb, már itt is vannak ugye az OSPF által megtanult címek. Jó. Itt vagyunk. DHCP-t állítsunk be a szolgáltatón, az admin LAN hálózatba, mindent adjunk meg, DNS szervert is, címtartomány első és utolsó 10 címe ne kerüljön kiosztásra. Tehát ide kell kiosztanom, tehát a szolgáltatóra kell jönnöm, exit, IP-DHCP pool admin LAN. Akkor ez megvan, megnézzük, hogy ott milyen, melyik is a hálózatunk, a 10-10-es, már ezt így mondom is, de azért inkább 10.0.10.254 és a 24-es, tehát a networköm 10.0.10.0 lesz per 24-es alhálózati maszkkal. Default router 10.0.10.254, DNS szerverem 8.8.8.8, és ki kell szűrnem az első 10-et és az utolsó 10-et. IP DHCP excluded address 10.0.10.1-től 10.0.10.10-ig, valamint ugye az utolsó 10-et, 254 a legutolsó, ugye akkor 50, 54, 53, 52, 51, 50, visszafele számolva 49, 48, 47, 46, 45, tehát a 10, 10, 10, 0, 10, 245-től 254-ig, 254-ig. Jó. Így. És ez talán ennyi is volt, ezt be kell állítanom, hogy DHCP-n kapja, és akkor meg kell kapni a 11-es címet. Meg is kapta, megfelelő paraméterekkel. Jó. Jön a 10-es a Wi-Fi. Be kellett állítanunk az IP-t, DHCP szolgáltatást, kiosztás a címtartomány első 20 címétől induljon, és 20 darab címre, első címétől induljon, és 20 darab címre korlátozódjon, közben 8888 legyen. Itt vagyunk a Wi-Fi routeren, itt ugye már beállítottuk korábban az IP-ket, ugye ez a per 128-as, ez azt jelenti, hogy ott már a tehát meg van felezve a címtartományunk, 1-től 126-ig osztható ki cím, a 127-es az üzenetszórás, és majd a 128-as lesz már a következő hálózat címe. Tehát 1-től 20 címet osztunk ki, és a DNS pedig a csupa 8-as. 1-től az első 20 van kiosztva. Rendben. Vezeték nélküli hálózat
SSID ügyvéd legyen, és hogy más készülékek ezt ne láthassák. Ügyvéd, és az SSID broadcastet kell disable-re állítani. Security-nál nézzük, mit mond. Ügyvéd 2020 legyen a jelszó. És tetszőleges vezeték nélküli klienssel, és csatlakoztassuk is hozzá. VPA 2 personal, nem mondják meg a titkosítás mivel létét, elmentettem, és csatlakoztassuk hozzá. Itt a konfigon, wireless és VPA 2 PSK. Közben is ez itt elmaradt, hogy ez az ügyvéd, az SSID, ez pedig az ügyvéd 2020. Na nézzük, csatlakozott hozzá, tehát szuper. Mentsük el az irodai és a szolgáltató forgalomirányítókon a konfigurációkat. Ide kattintok, config, save, ugye mint a copy run startot adnék ki. Config, save, minden. És a szolgáltató forgalomirányító konfigját mentsük el a backup szerverre, szolgáltató.conf néven. Itt a backup. Na nézzük. 10.0.20.1. Pingessük meg róla. Ping 10.0.20.1. Hogy elérje. Eléri. Copy. Mely konfigot mondja? Hát csak az, hogy a konfigot. Copy, run, TFTP, meg kell adni a távoli TFTP szervernek az IP-jét, 10.0.20.1, szolgáltató.conf, biztos? Szolgáltató.conf, csupa kisbetűvel. Tök elvileg fel is másolta, nézzük, ellenőrizzük le, TFTP. Ott van. Jó. Tehát ez a feladat készen van. De nézzük, PC asztali gépről elérhető a backup szerver. Hol van? Ő lenne az. Na, írja, hol írja ezt? Most valahol régen ezt írta. Valamit itt kikapcsoltam. Na most itt. Ping 10, 10, 0, 20, 1. Ugye ez a távoli gépünk, ez itt ő, ez működik. Tabletről elérhető a backup szerver, hát ez jó messze van. Ping 10, 0, 20, 1. Nézzük, nagyon molyol, de utána megtalálta az útját, rendben. Admin PC-ről a szolgáltató forgalomirányító telnettel, telnet kapcsolattal vagy pinggel. Hát innen hogy a fenében elérnénk el. Ezt tudom mi a címe, 10.10.10.0.10.254. Ping 10.0.10. Elérjük. Még talán telnettel is. Admin, admin, és bent is vagyok. Enable ügyvéd, és itt vagyok bent. Jó, tehát ez működik. Minden működik. Láthatjátok, ez 40 pontot ér, ez egy nagyon hát megszokott feladat volt. Nem volt benne semmi csavar, semmi izgalom, semmi érdekesség, csak a szokásos úgymond dolgok. IP címkiosztás, OSPF, DHCP, valamint millió-millió pontot adtak erre a vezeték nélküli forgalomirányítónak a konfigurálására. TFTP elérés,
és a többi. Tehát nem volt egy nehéz, ez jó volt. Ez, mondom, ezzel kezdett nagyon sok mindenki, megcsinálta, és látta, hogy na, akkor nem is kell itt félni. Úgyhogy ezzel a 40 ponttal már a kettes simán megvan, 30 ponttól van meg alapból az elégséges, tehát nem arra hajtott itt mindenki, úgyhogy a többi feladathoz már maga biztosabban kezdhetett hozzá egy fél órán belül, mert ez kb. Egy ilyen fél óra, 40-45 perc alatt teljesíthető egyszerű feladat volt. Ezt lehet, nem fogom a többit megcsinálni, ez a karácsonyi díszek ezek, ez sem volt nagyon nehéz. Bejött, amit jósoltam, hogy tényleg adtak egy osztályt, konstruktorral, adatszerkezettel, mindennel, még a splitet is megcsinálta nekünk, visszaadta, amit kell, igazából azt kellett példányosítani, és azt elmenteni egy listába, jó esetben, és utána megoldani a feladatokat. Annyi eltérés van, hogy itt voltak trükkösebb kérdések, hogy hány darab díszt készítettünk el. Eddig ugye mindig az volt, hogy a beolvasott sorok számát kellett kiírni. Hát itt most nem, hanem meg kellett számolni. Ugye egy sorban több tárgynak is a darab száma ott volt, harangok, angyalkák és fenyőfák. Tehát ez nem csak egy egyszerű kiíratás volt, ez viszont nehezedett. Valamint volt olyan, hogy a legtöbb eladott termék, az ugye az eladásokat negatív számokkal jelezte. Ugye, hogyha ezeket stackeltük, akkor ez a végén egy nagy negatív számunk lett, és akkor van, volt, sajnos láttam rá példát, hogy negatív számok közül a maximumot próbáltak kikeresni, hát nyilván, ha olyankor pont fordítva, az az érték lesz nekünk megadva, amelyből a legkevesebb fogyott. Mert ugye negatív előjelű. Tehát ez vagy abszolút értékbe kellett volna, hogy kell olyankor tenni, vagy pedig erre gondolni. A grafikus felület nem volt nehéz, elriaszthatott sok mindenkit, mert úristen, mennyi képernyő kép van hozzá, de nem volt nehéz egyáltalán. A trolleybusz HTML, CSS feladat szintén hozta amit eddig. Itt volt egy kis kavar magában a leírásban, ott nekem is el kellett olvasni kétszer, hogy na akkor ez most hogy is van, mit hozzak létre miután. Ugye itt a kép is egy kicsit megzavarhatta az embereket, hogy hát de már benne van, miért kéri tőlünk, hogy rakjuk bele még egyszer. Mintán nincs, tehát igazából az ott van, és arra nem is jár pont. Tehát itt van egy komplett ötös feladat, ugye ezt már mutattam az elején, hogy erre nem jár pont. De el kellett olvasni, idő ment el vele, de hát ez igazából nem hatotta meg az OM-et, hogy ki tudja most, hogy hívják őket. És nem történt javítás, nyugtázták, hogy valóban, ott nem jár pont. Úgyhogy ez ennyi. Nem sok mindent kellett csinálni a CSS-ben sem, a JavaScript-ben sem. Új tömbelemet kellett felvenni, de meg átírni egy változót talán. De ez mind-mind az előzőekből következhet, tehát ugyanúgy, hogy a CSS-t és a JS-re hivatkozol, csak le kellett kopizni egy sort és módosítani az elérési utat, az állománynak a nevét. Itt is a tömbben ugyanúgy kellett egy kopi, és akkor átírod. Tehát nagyon egyszerű volt. Itt ez sem volt egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nekem, mintha több ilyen egyszerűbb lekérdezés lett volna benne, mint szokott. Tehát így a feladatokból, nehézségéből adódóan ez az egyszerűbb érettségi feladatok közé sorolnám. Viszont az a néhány hiba, amely benne volt, az azért zavaró, annak nem lenne szabad egy érettségi feladatban visszaköszönnie. Mint például itt is biztos észrevettétek, bementek és szóltak, nekünk is menet közben jött a levél, de hát a diákok ügyesen észrevették, hogy elírták a feladatszámokat a megoldasok.sql állományban. Tehát az is egy, lehet, hogy valakit bezavar, lehet, hogy valakit nem zavar be, de az is egy ilyen érdekes hiba volt. Nyilván észrevették, és akkor ahhoz a feladathoz írták a megoldást, ahova azt kellett. Úgyhogy voltak hibák magában a feladat sorban. Ugye itt ez is ugye csak átírták. Na de hát ez van. Betyár világ van manapság, bármi lehet. Bármi játszhat, mondhatnánk. Na, ennyi lett volna ez a középszintű
gyakorlati vizsga ennek a legalábbis a hálózati része. Szerintem sok újat ezzel nem tudtam mondani, gyarapítja ez a videó is. Mert csináltunk még egy ilyen feladatot, hogy akik jövőre fognak érettségizni, nekik már a könyökükön jöjjön ki ez az egész, és akkor vérprofik legyenek belőle, úgymond a mi hibáinkból tanulva ügyesebbek legyenek a következő érettségi időszakban. Köszönöm a figyelmet, ha még nem tetted meg, iratkozz fel, dobjál rá egy lájkot, sziasztok!